Aratás idején és a trópusi melegek miatt gyakori a tűzesetek száma a határban, az erdős és egyéb területeken. Ám a péterévei lakosoknak nem kell aggódniuk, hiszen a település önkéntes tűzoltótestület tagjai állandó készültségben állnak. Fő feladatuk a mindennapos állandó ügyelet. A lakosság bejelentése alapján azonnal reagálnak, értesítik a professzionális tűzoltókat, és velük együtt mennek ki a tűzeset helyszínére. Doszáda. Hála Bogu, nismo imali nijednu prijavu. Eddig, ahogy mondani szokás, hála Istennek nem érkezett egyetlen bejelentés sem. Minden úgy zajlik, ahogyan kell. Mi kapcsolatban vagyunk a mezőgazdasági technikusokkal és mérnökökkel, és ők szoktak bennünket tájékoztatni arról, hogy körülbelül hogy állnak az aratási munkálatok. Az én értesüléseim szerint a péterévei határban a héten befejeződik az aratás. Váltásokban dolgozunk, kettessével ügyelünk, így határozott az elnök. A gyűlésen. Az ügyeletesek munkaideje 8-tól 18 óráig tart. Ez elégséges, mert a határban a munka akkor már a végéhez közeledik. A péterévei önkéntes tűzoltótestület hosszú múltú hagyományra tekint vissza. Ennek bizonyítéka a régi vontatható tűzoltókocsi, amit a tagok féltve őriznek az udvarukban. A testületet 1883-ban alapították. Jobb időkben nagy számú önkéntes tagja volt. Manapság a tagság 20 és 25 közötti főt számlál. A tagok egyike Zsolnai János, az önkéntes tűzoltótestület titkára. Ide tartozik már több mint 30 éve, és elmondása szerint a tűzoltói munkát és az egyesület iránti szeretetet édesapjától örökölte, aki szintén tagja volt az önkénteseknek. Van néhány fiatal tagunk, de van néhány idősebb is, akiket nem angazsáltunk, mert már 80 év felettiek. Ők a mi tiszteletbeli tagjaink. Az aratás befejezése után elemezni szoktuk, hogy mi minden történt, és a hagyomány szerint egy közös ebédet és barátkozási ünnepséget szervezünk. Gombosev, aki hivatása szerint kereskedő, azért csatlakozott az önkéntes tűzoltótestülethez, mert szeret segíteni másoknak, és mert szabad idejét minőségesen és hasznosan szereti eltölteni. Eddigi önkéntessége alatt egy beavatkozása volt, de állítása szerint minden a legnagyobb rendben zajlott. Néhány évvel ezelőtt történt, hogy jelentették, hogy tűzeset van, egy ház gyulladt ki. Akkor mentem a csapattal és oltottuk a tüzet. Ez volt az első alkalom, hogy részt vettem a tűzoltásban. Nem féltem, mert nem volt veszélyes. Nagyon szívesen segítettem. Hála Istennek idén nem volt semmilyen intervenciónk. A tanfolyamokat, melyek ennek a komoly és igen felelősségteljes munkának a szerves részét képezik, Varga József, a péterévei önkéntes tűzoltótestület elnöke tartja. Elnökünk, aki egyúttal a Községi Tűzoltószövetség elnöke is, Varga József mérnök úr, tanfolyamokat tartott, két nyelven természetesen, mivel szerb és magyar tagjaink is vannak. Idén is tervez ismét tanfolyamot tartani, hogy egy kicsit szakmailag fejlődjünk, mivel mára már minden modernizálva van, és minden fel van gyorsulva, hogy a változásokról mi is tájékozódhassunk. A betakarítás után az önkéntesek továbbra is összegyűlnek a helyiségükben, barátkozás és társalgás céljából, de azt üzenik a helybelieknek, hogy folyamatos és állandó készültségben vannak, és éberen vigyáznak a péterévei lakosokra.